rengeteget Gergelyis Tamás, először is szeretnénket találni a 6. helyhez. Tudnátok meg még mondani pár szét a mérkőzésről, Tamás? Igen, persze. Lényegében azzal kezdeném, hogy a mérkőzés két kulcsjátékosunk nélkül kezdtük el, sérülés és pillanatotés szempontjából. Lényegében tét nélküli volt az a meccs. Az volt a cél, hogy érezzék a magukat és készüljünk a Salonika következő 18-as döntőre. A Pécs, azt gondolom, hogy védekezésünk az rendben volt az elején, de a jóval idősebb és fizikálisan jobb Pécs beőrült minket, ezáltal 20 pont lett a vége, aztán így nyertek. Mit gondolsz a mérkőzésről? Hogy éreztem magad játék közben? Én jól éreztem magam. Örültem, hogy partra tudtunk lenni az első fél időben. Utána, ahogy mondta, Tamás is beőrültek minket, ugye két játékosunk nem játszott. Ez meglátszott, főleg támadásban hiányoztak. Ugye sok játékra van kiépítve, de annak örülök, hogy védekezésben jól tudtunk védekezni, meg az rendben volt, és nagyjából, amit az edzőkért meg tudtuk csinálni. Köszönöm szépen, sok sikert szeretnék kívánni a bajnokságát lévő részéhez. Köszönöm szépen!